mama Julián, elkészítettem az uzsonádat, és itt van benne, nyomás a suliba. Persze, anya, már itt se vagyok, viszem az uzsimat is. És ne felejtsd el, kérlek, hogy suli után fogorvosnál van időpontunk, úgyhogy gyere majd egyből haza, okés? Persze, fogorvos, nem felejtettem el, nyugi! Emmelyiknál is most volt a fogorvos, nekünk is esedékes már. Jó reggelt, mindenki, jaó! Na jó, hogy már itt vagy, mindig késel. Ugyan már, beírtam a csengetésre vagy talán, nem? No para! Jó reggelt, kedveseim! Ó, ha tudnátok, mit osztam nektek már a rajzokat, színezni fogtok, méghozzá rólam készült rajzokat, a kedvenc tanáratokról, díva kisasszonyról, bizony. Na, ez az ötlet is csak tőle származhat, nem? Ez olyan, mint egy mandala rajz, csak az ő képe van rajta. Klassz! Na, ma meglátjátok ezeket a tökéletes rajzokat, a legutóbbi nyaralásomon készültek, imádni fogjátok. Klassz, szuper, ekkora hülyeséget. Szóval te kapsz egy képet rólam Párizsban, Julián, te pedig egyet a hegyvidéki túrámról, ti pedig egyet a németországi kirándulásaimról, te pedig egyet a berlini városnézésemről, és neked pedig a majorkai nyaralásomról. Már elnézést, tanárnő, de ezen a képen valami nem passzol. Itt még fiatal volt a tanárnő, nem mai kép ez már. Micsoda, Julián? Öregnek nézek ki? Hát igen, nézz ezt a képet. Hát csak mert most nincs rajtam a krémem. Na igen, nekem sem tetszik ez a majorkás kép a tanárnőről, de inkább nem mondok semmit. Hallod? Ez a kép a díva kisasszonyról. Ja, ne is mondd valahogy, akkor jobban nézett ki a képeken, nem? Mit gondolsz? Hey, fiúk, elég a csevegésből, gyertek, másszunk fel ide! Na, hol vagy már? Merre vagy? Vagy lemaradtál? Dehogy is, én vagyok az első, nem látod? Én vagyok az első! Nem, én! Hey, vigyázz már! Na, mit mondtam, ki az első? Ja, nem bírom megfogni, csúszik a kezem, leesek! Na, gyere már, Sara, megfoglak! Hey, vigyázz, Sara! Ez nem volt terben. Bocsi. Nagyon fáj, a karomra estem. Jaj, Sara, hát ez nem néz ki jól. Minden okés? Szerintem okés, csak fáj nagyon. Már be is csengettek. Menjünk, de kár. Bocsi, Sara, ez az én hibám volt. De úgyis nem vagy hibás, csak ami mindig nagyon fáj. Sziasztok, gyerekek! Nézzük is a házikat. Mindenki mond egy feladatmegoldást. Kezdjük is az elsővel, Julián. Oké. 18. Szuper, Mia! A következő nekem 34. Szuper! Nem, dehogy, 24 a következő. Nem, Julián. Mia a helyes? Steve, következő? Nincs kész a házim. 48, ugye? Nem, Steve, az nem jó megoldás. Nem figyeltél az órán. Hát hol voltál? Otthon. Vagyis, na, nincs kész a házim. Igen. Tanárnő, nekem itt a házim. Felírhatom? De szuper csaj vagy. A legjobb. Igen, erről van szó. Jó van, leülhetsz. Alina, megmentettél, annyira szuper vagy, értékelem. Bizony. Édes. Na de Steve, miről beszélsz? Nem mentettelek meg. Én voltam a soron következő. Oké, Steve, megtanít, hogy nem csevegtek az órán. Szára, te vagy a következő. Oké, de nem tudom, hogy tudok-e írni. Miért is? Mert leestem a mászófalról, és nagyon fáj itt a kezem. Szólnod kellett volna, gyere, ülj le ide. Lehet, orvos kell hívni. Már vége is a szünetnek. De gyorsan lehetett. Szara, légy szíves, menj el a szüleiddel az orvoshoz, jó? Okay? Szara, minden okés? Nem, fáj a kezem, a karom. A szüleim nincsenek otthon, és egyedül vagyok, nem tudom, mit csináljak. Hát, majd elmegyünk veled. Persze. Igen, még jó, hisz a barátaid vagyunk, Szara, nem hagyunk egyedül, ne sírj. Csak gyertek utánam, én tudom, hogy hol a kórház.
Gyertek! Ó, köszönöm, olyan kedvesek vagytok, annyira hálás vagyok, hogy elkísértek. Na jó, megpróbálom, hát a sikerül a tervem, remélem minden oké lesz. Hú. Sziasztok, gyerekek, segítetek valamiben? Időpontotok van? Jó napot, a nevem dr. Julian Fögel. Micsoda? Ön nem is vagy doktor. Ez szóval megsérült a barátunk, és jó lenne, ha megnéznék. Persze, foglaljatok helyet a várószobában, hamarosan szólunk nekik. Ez a Julian Fögel nagyon ismerős valahonnan. És mi van, ha eltört a karom? Nézzétek már, vízbe ülök, és mégse vízes a gatyám. Nézzétek már, milyen magas vagyok, mint egy felnőtt. Dehogy is, én vagyok a magasabb, nem mint te. Engedj vissza, én sokkal magasabb vagyok, mint te. Jó napot! Mi ez itt, egy iskola? Van itt egy Szára nevű hölgy? Nagyon ismerős ez a doki nekem. Doki. Jó, fogorvos, anya mondta, hogy menjek haza, azonnal elfelejtettem. Most elkésünk. Jaj, ne. Nem igaz, hogy felejtettem ezt el. Na jó, van, bejöhetnek a kis barátaid is, gyertek erre. Julian, hová mész? Bocsiskatok, elfelejtettem, hogy Fogdukihoz kell menni anyával. Holnap találkozunk. Jó bulás, Szara! Köszi, hogy itt voltál. Szia! Viszlát! Jézusom, el fogok késni. Elkések. Szuper gyorsan otthon kell lennem. De hát hogyan? Na, várj csak. Ez egy micsoda? Na nézzük csak. Azt hiszem, tudom mi ez. Ezzel gyorsan lehet menni. És akkor otthon is ezek hamar, és anya sem lesz mérges. Szuper, engedjetek gyorsan! Gyorsan! De jó, milyen gyorsan megy. Anya, ez nem egy sürgősségi járgány, ez egy Segway. Igen, és ez csak a felnőttek vezethetik, nem értem, nem is tudja irányítani. Bocsi, nem akartam. Meleg a helyzet most. Bocsi, jaj, mindjárt otthon leszek, szupi. De lehet, nem a ház előtt kellene parkolnom, nem, hanem inkább valahá hátul. Na de hogy kell ezzel fékezni? Hát itt a... Neki támasztom a falnak. Úgy jó lesz majd. Álljunk csak meg. Oké, itt jó lesz. Nem is késtem sokat. 1-2-3 percet csak. Maximum. Julian, jó, hogy időben hazaértél. Mehetünk is a dokihoz. Nem kell aggódni, csak kontroll lesz, tudod. Nem aggódok. Milyen volt a suli? Mit keresnek ők itt? Igen, ez a fiú. Igen. Illik rá a személy leírás. Ő lopta el a járművet. Julian, miről beszélnek ők? Mit loptál el? Julian, beszélj már! Téves megfogalmazás, csak kölcsön vettem. Na! És a sok autónak, legalább 10 autónak is kárt okoztál. Bizony, súlyos károkat, büntetés is jár ezért. Elnézést, de valaki elmagyarázna, hogy mi folyik itt? Menjünk kell a dokihoz. Na látom, megint késni fogunk. Nem is ott 10 autó, csak 3, 4, 5. Maximum. Talán.